500 milliós fejlesztés Karcagon, húsvéti sonka a karcagi boltokban, kapcsolattartás az új elsősökkel, újabb csalókra figyelmeztet a rendőrség. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 29-én 18 óra 5 perckor. A jelenlegi járványügyi helyzetben online tartotta meg a Karcagi Tankerületi Központ projektzáró rendezvényét. A jelenlegi járványügyi helyzetben online tartotta meg a Karcagi Tankerületi Központ, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének projektzáró rendezvényét. A tankerület 542,98 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból kibővítette és teljes körűen felújította a tagintézményt. Kovács Mihály iskola egy meghatározó része a karcagi oktatásügynek, és már évtizedek óta kiváló tanárok, nagyon erős szülői munkaközösség, alapítványok, egyesületek, így a Kovács Mihály Egyesület és Alapítvány, és oda járónak kikerül gyermekek is mutatják azt, hogy ez egy minőséget felmutató intézmény, a városnak a büszkesége. És én nagyon örülök annak, hogy most egy olyan kormányprogram keretében, amely lehetővé tette, hogy több mint 500 millió forintból az iskola megújuljon, egy 21. századi színvonalú oktatási intézmény itt a szemünk láttára kialakult, felépült, hiszen a régi épületből csak a falak maradtak, teljes külső-belső felújítás, az infrastruktúrának a felújítása, az udvarnak a rendbetétele, szaktermek, a belső bútorzatnak a cseréje mind-mind megvalósult. Mutatja ez azt, hogy a kormány gazdaságpolitikája eredményes, hiszen lehetővé tette azt, hogy ide komoly pénzek kerüljenek, eredményes a kormány oktatáspolitikája is, hiszen a vidéki városi iskolákra, ugye a karcegére is sikerült megfelelő pénzeket fordítani, megfelelő költségvetési hátteret biztosítani. Az intézmény, amióta fönnáll, azóta nem volt ilyen nagy volumenű felújítás, hiszen korábban nem tette lehetővé ezt az ország gazdasági helyzet, ezért és a 70-es, 80-as évekre, épp úgy, mint a 90-es évekre is, amikor legfeljebb karbantartásra kerülhetett sor. Most pedig az intézmény megújulásával látható az, hogy milyen színvonal az, amit célul kitűztünk, milyen beruházások kellenek ahhoz, hogy a gyermekeink a lehető legkorszerűbb körülmények között a legmagasabb szintű tudást sajátítsák el. A beruházást a Karcagi Tankerületi Központ végezte, erről már Sági István igazgató szólt. Uniós forrásból és a magyar kormány támogatásával, tehát a kettőnek a kombinációjával valósult meg ez a fejlesztés. Mit kell tudni róla, mennyi volt ez a forrás, és mi minden történt az iskolában az elmúlt hónapokban? A tankerületi kiegészítéssel, tehát állami támogatással együtt egy közel 550 millió forintos bruttó beruházásról beszélünk, és alapvetően infrastruktúrális fejlesztések történtek, de emellett eszközbeszerzések, illetve szakmai képzések is történtek a fejlesztés keretében. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a fő falak maradtak meg, hiszen a padlásig mindent felújítottak, plusz még új épületet is kapott az iskola. 99%-ban mondhatjuk, hogy így történt. Még van egy-két feladat, mint a tornateremnek a burkolatának a felújítása, illetve az udvaron a sportpálya és annak kerítésének. Ezt igyekszünk az elkövetkezendőkben orvosolni, de jelenleg a projekt kerete ezt a lehetőséget nyújtotta számunkra. Ezzel a beruházással a Kovács tagintézmény most az önökhöz tartozó iskolák közül hova került felszereltségileg és modernizálódás szempontjából? Én azt gondolom, hogy ebből a forrásból, amit meg lehetett valósítani, ezzel szerintem a legfelső polcra került. Innentől kezdve a gyerekeken, pedagógusokon múlik a további része, illetve a különböző országos szakmai programokon, hogy ezt mennyire tudjuk kihasználni. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy a színvonal is ennek megfelelően történjen, emelkedjen. Az online projektzáron elmondta, hogy több intézményben is zajlottak és zajlanak felújítások az önökhöz tartozó iskolákban.
Igen, többen is. Ezek közül a kisebb projektek közül már teljesen 8 projektet zártunk, illetve a nagyobb projektek közül most ez az első, amit zárunk, az elkövetkezendőkben Tiszafüred, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Fegyverneki nagyobb projekteknek az átadása fog majd megtörténni. Mindegyik projekt jól halad, a Törökszentmiklósit még most kezdtük az elmúlt 1-2 hónapban, de a többi projekt a következő szeptemberre már azt mondhatjuk, hogy az intézményben újra indul az élet, tehát a felújított intézményben lehetnek a gyerekeink. Tulajdonképpen még a szülők nem nagyon látották ezt az intézményt, hiszen jelenleg is otthon vannak a gyerekek, de reményei szerint úgy fogalmazott, hogy a tanév záron már a szülők is megnézhetik. Igen, tehát volt azért, tehát a mostani digitális oktatás bevezetése előtt azért a gyerekek jártak az iskolába, a gyerekek szemén keresztül informálódhattak a szülők az épület belső területéről, de abba bízok, hogy a kormány a mai napon, illetve a tegnapi napon bejelentette, hogy a pedagógusok oltakozása is megkezdődik, hogy ennek köszönhetően április végén, május elején legkésőbb újraindul az oktatás, és hogyha újraindul az oktatás, és országosan olyan oltakozási kedv és ütem alakul ki, akkor az iskolák a rendezvények szempontjából is, ballagásra gondolok, külső személyek szempontjából is, hogy ez megoldható. Addig pedig ezzel a kis virtuális sétával kedveskedünk a szülőknek, illetve az intézményt használóknak. Szepessy Tibor polgármester a projektzáró kapcsán általános iskolai élményeit idézte fel, amikor még sport és tanulmányi versenyekre átjött saját iskolájából, az akkori Calvin 9-ből a mai Kovácsba. Ugye, amikor utoljára ott jártunk magában az iskolában, és valójában nem csak online átadás formájában néztük meg a megújult oktatási intézményt, illetve aki folyamatosan figyelemmel kísérte az építkezést, az láthatta, hogy bár megmaradtak vonásai az iskolának, de gyakorlatilag teljes egészében kívülbelül teljesen megújult. Én még gyerekkoromból is emlékszem a Kovács Mihály akkori Calvin 9-es általános iskolára, ahova bár én egy másik iskolába jártam, de természetesen sokat megfordultunk a másik iskolákban is, különböző tanulmányi sportversenyeken. Tehát emlékszünk azokra az osztályokra, azokra a folyosói életképekre, amelyek valamikor voltak. Most ezek a múlté, hiszen valóban egy 21. századi tökéletesen oktatás és nevelés centrikus intézmény készült el ezzel a felújítással. Azért mégiscsak a karcagi gyermekek, a karcagi szülők használják, a karcagi pedagógusok tanítják a karcagi gyerekeket, de aki arra jár, és hát természetesen különböző rendezvények kapcsán szerintem a város minden lakójának lehetősége lesz majd arra, reméljük a vírus helyzet elmúltával valójában is, hogy betekintést nyerjen az iskola épületébe. A húsboltosok már felkészültek a húsvétra. Nagy Zoltán is többféle sonkával és a tavalyihoz képest minimálisan magasabb árakkal várja a vásárlóit. A némiképp emelkedett húsár köszönhető a magasabb takarmányáraknak, a magasabb előállítási költségeknek. A húsárak némiképp emelkedtek, ez köszönhető a magasabb takarmányáraknak, és nyilván a magasabb előállítási költségeknek. Néhány százalékos emelés volt. Ebben a húsboltban azokat a sonkatermékeket tartják, amelyek évek óta a legjobban beváltak, a vásárlók kedvencei. Azokat a sonkatermékeket tartjuk, amik évek óta a legjobban beváltak, nekünk is a kedvenceink és a vevőknek is. Tehát nálunk a teljes kínálatot tudom ajánlani a kedves vásárlóknak. Ilyen a szív alakú sonka, mely hagyományos eljárással készült, bőrös, comb, csont nélküli sonka. Hagyományos eljárással készült, bőrös, comb, csont nélküli sonka. Ugye nagyon sok kedves vásárló inkább a egybe sertés combot és azt a típusú sonkát ismeri, ez pedig annak a csont nélküli változata. Vannak egész sonkák, kötözött sonkák, comb és lapocka sonkák. Ezek füstölt termékek, van, aki maga főzi meg, ahogy jónak látja, bár időigényesebb, hiszen több órát kell főzni, de ehhez is jó tanácsokkal ellátják az üzletben.
Vannak, akik komplett combot vásárolnak, és akkor ő saját maga otthon elkészíti, ahogy jónak látja. Hogyha valaki saját maga akar sonkát készíteni, abban is partnerek vagyunk, jó tanácsokkal is ellátjuk, na de nyilván az egy több hetes folyamat. Sózni, füstölni, szárítani kell. Karcagon a kocsonya is elengedhetetlen kelléke a húsvéti asztalnak. De van kolbász, hurka, birka és marha hús is, mert húsvétkor is sokan oda teszik az ünnepi asztalra ezeket, de aki baromfit szeretne, azt is kap itt. A birka az nagyon fontos egyébként is Karcagon, de húsvétkor annak is kiemelt jelentősége van. Hurka, kolbász, mindennapos dolog. Tehát esznek mindent az emberek, de mint például a kocsonya is, néhány dolog azért kiemelt jelentőséggel bír ilyenkor. Húsvét után még a sonkára jó egy hónapig van kereslet, addig kapható lesz az üzletben. Kovács Miklósnéval, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatójával arról beszélgetünk, hogyan is várják most a leendő elsősöket, hogyan tudják tartani a kapcsolatot velük. Bár a jelenlegi járványügyi helyzet nem engedte meg, hogy személyesen találkozzanak az elsősökkel, de már tanév elejétől foglalkoznak az internet segítségével zárt Facebook csoportban, ahová a jövőbeli kis fecskék bejelentkeztek szüleik segítségével, és ott kapnak feladatokat a gyerekek, a szülők pedig segítséget a beiskolázáshoz. Nagy szeretettel várjuk az elsősöket, bár a jelenlegi járványügyi helyzet nem engedte meg azt, hogy személyesen találkozzunk a kis elsősökkel, de természetesen mi erre már évelejétől kezdve készültünk, és amikor végképp arra kellett döntenünk, hogy nem találkozunk velük személyesen, akkor felköltöztünk az internetre, és ott egy zárt Facebook csoport jött létre, ahová a kis fecskéink, jövendőbeli kis fecskéink bejelentkeztek a szüleik segítségével, és három kolléganőm kezeli ezt a Facebook csoportot, ők fogadják a visszajelzéseket, hiszen három hetente jelennek meg feladatsorok a gyerekek számára, de nem csak a gyerekek számára, hanem természetesen igyekszünk a szülőknek is segítséget nyújtani a beiskolázáshoz. Nagyon sok munka érkezik vissza a gyerekektől a szülők segítségével. Kézműves munkákat készítenek, verseket tanulnak, és azokat mondják el. Kézműves munkákat készítenek a gyerekek, verseket tanulnak, és azokat mondják el. Nemrégiben volt a farsang például, akkor farsangi jelmezeket öltöttek a gyerekek, farsangi versikéket tanultak meg, és ezeket küldték vissza a szülők segítségével. A fecske csoport az utolsó feladatsort kapta meg, és ha úgy alakul a járványügyi helyzet, személyesen is találkozhatnak még a beiratkozás előtt az óvodásokkal. Lassan már a vége felé közeledik a fecske csoportnak a működése, hiszen az utolsó feladatsor került fel nemrégiben a Facebookra, és még ezzel lehet dolgozni a gyerekeknek. Reménykedünk, és hát hogyha úgy alakul a járványügyi helyzet, hogy személyesen is találkozhatunk a beiratkozás előtt. Hiszen a jövő hónapban itt lesz a beiratkozásnak az ideje, nemrégen jelent meg a kormányrendelet, illetve a fenntartótól is éppen ma kaptuk meg a tájékoztató levelet, hogy hogyan kell lebonyolítani ebben a járványügyi helyzetben a beiratkozást. A beiratkozást április 15-ére, 16-ára írta ki a minisztérium. A módjáról is hamarosan tájékoztatják az érintetteket az iskola honlapján, Facebookján, és az épületeik bejárati ajtóira is kiteszik majd a részletes felhívást. Április 15-ére és 16-ára írta ki az minisztérium a beiratkozásnak az időpontját, mi is igyekszünk ehhez ragaszkodni, bár természetesen lehetőséget biztosítottak arra is, hogy online történjen meg a beiratkozás, a tavalyihoz hasonlóan. Még nem döntöttük el itt iskolai szinten, hogy melyiket választjuk, de hamarosan megjelenik a hirdető felületeinken, az iskolának a honlapján, ahol részletesen lehet majd tájékozódni a beiratkozásnak a lehetőségéről, illetve az iskolának a Facebookján, valamint a hagyományos helyeken az iskolának a bejárati ajtajaira is ki fogjuk tenni a beiratkozásnak a felhívását. Terveik szerint két első osztályt indítanak. Két nagyon gyakorlott tanítónő, Dicsei Erzsébet és Szabó Edit lesz az osztályfőnök, a napközis tanító pedig Miklósi Krisztián lesz.
A csalók újabb és újabb lehetőségeket keresnek, hogy becsapják áldozataikat. Van, hogy unokának, vagy egy szolgáltató munkatársának adják ki magukat, de az is előfordul, hogy egy bank alkalmazottjaként mutatkoznak be a telefonba. Előfordulhat, hogy a telefonhívás a banki ügyfélszolgálati hívószámhoz nagyon hasonló számról érkezik. Az elkövető illedelmesen bemutatkozik és megpróbálja elaltatni áldozata gyanakvását azzal, hogy látszólag mindent úgy tesz, illetve mond, ahogy azt a valódi banki ügyintéző tenné. Csak hogy a beszélgetés közben banki személyes adatokat csal ki a sértettől, majd egy SMS üzenetben elküldött kódot kér megerősítésként, és ezzel a tranzakció és a beszélgetés is befejeződik. A sértett csak később veszi észre, hogy valaki megkárosította. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bankok nem kérnek ügyfeleiktől sem telefonon, sem e-mail útján érzékeny banki azonosító adatokat és jelszavakat. Ne adja meg ismeretleneknek se banki, se személyes adatait. Amennyiben hasonló hívás kap, illetve ha efféle hívás során adatait átadta, haladéktalanul jelezze az esetet az érintett pénzintézetnek, ha kára keletkezett, tegyen bejelentést a 112-es hívószámon, vagy személyesen a rendőrségen. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!